Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért kudarc a csoportos nyelvtanulás, és miért tanulj angolul egyedül és önállóan. Nos, én pontosan tudom, hogy Magyarországon a nyelvtanulóknak közel 100%-a valamilyen csoporton belül tanulja az angol nyelvet. Ennek természetesen sok előnye is van, de a csoport ugyanakkor azt is jelenti, hogy mások előtt és másokhoz igazodva kell bemutatnod az angol tudásodat minden egyes nap. És a munkám során azt látom, hogy nagyon sok nyelvtanuló nem meri felvállalni a hibáit, mert attól fél, hogy a csoporton belül a többiek, akik jobbak nála, azok majd kinevetik a hibái miatt, ezért inkább nem szólal meg, majd a jó angolosok megoldják az aznapi feladatokat, ő inkább nem szólal meg, mert abból baj nem lehet. Nos, mivel nem szólal meg, ezért nem is tud fejlődni, és az egész dologból kialakul egy ilyen ördögi kör. Nos, hadd meséljek el ezzel kapcsolatban egy nagyon személyes történetet. Én nem szoktam magamról beszélni ezen a csatornán, mert ez a csatorna rólatok szól, de ezt az egy történetet most elmesélem. Régen, amikor elkezdtem az angol nyelvet tanulni és az angol nyelvvel foglalkozni, én ugyanezzel a problémával küzdöttem. De nekem olyan mázlim volt, hogy egy csereprogram keretében egy nyári szünet alatt eltölthettem néhány hetet egy angol családnál Angliában. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon-nagyon sok mindent helyretett és megváltoztatott nálam. Teljesen egyedül voltam a kommunikációs helyzetekben, például este a közös vacsoránál, tehát egyedül kellett válaszolgatnom a családtagok Magyarországgal kapcsolatos kérdéseire, és abban az időben még egyáltalán nem voltak okostelefonok, és persze Google Maps se, tehát hogyha bementem a városba, és meg akartam találni valamit, persze volt nálam egy térkép, de hogyha valamit meg akartam találni, vagy segítség kellett, akkor oda kellett állnom, meg kellett szólítanom egy helybélit, és meg kellett tőle kérdeznem, hogy hol van az adott múzeum, vagy segítséget kellett kérnem tőle. Tehát rá voltam tulajdonképpen szorítva, rá voltam kényszerítve arra, hogy kommunikáljak egyedül a helyi emberekkel. És az, hogy egyedül kellett helytállnom, az rengeteget dobott az önbizalmamon, és későbbiekben, mikor visszajöttem, egyáltalán nem volt problémám azzal, hogy megszólaljak egy angol órán. Na most, azt szeretném megmutatni neked, hogy hogyan tudod ezt elérni te is. A felsorolásban a fizetős megoldásoktól fogunk haladni egészen a legegyszerűbb és az ingyenes megoldásokig, amelyeket akár ma is elkezdhetsz. Nos, az első számú javaslat, hogy menj ki 2-3 hétre egy külföldi nyelvtanfolyamra. Tudom, igen, ez pénzbe kerül, de azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez egy életre szóló befektetés lesz. Arra figyelj borzasztóan, hogy ne legyen veled se barát, se családtag, és lehetőleg más magyar diák se legyen a csoportodban. Tehát a magyar nyelvet egyáltalán ne tud használni abban az adott 2 vagy 3 hétben. Tanuld meg, hogy nem beszélhetsz magyarul senkivel, és mindent egyedül kell megoldanod angolul. 2. számú javaslat. Szerezz egy anyanyelvi angol tanárt, aki tényleg nem beszél magyarul, és aki csak veled foglalkozik. Nem kell évekig tartó tanfolyamokat igénybe venni ezzel a nyelvtanárral. Szerintem egy pár hét vagy egy pár hónap teljesen elég lesz arra, hogy növelje a kommunikációs készségedet és az önbizalmadat. 3. számú megoldás, járj el angol nyelvű társalgási klubokba egyedül. Megint azon van a hangsúly, hogy egyedül, mert hogyha másokkal mész, a barátaiddal vagy a családtagjaiddal, akkor ebből egy nagyon kellemes, közös baráti borozgatás lesz, de az angol tudásod nem fog igazán fejlődni. Tehát legalább hetente egyszer menj el egyedül egy ilyen társalgási klubba. Én azt tapasztaltam, hogy ezeket a külföldiek és az éppen itt élő külföldi diákok is előszeretettel látogatják. És a 4. és legegyszerűbb, és akár ma is elkezdhető javaslat,
hogy úgyis itt a nyár, jön a jó idő, menj el olyan helyekre az adott városodban, ahol sok turista megfordul, ahol sok külföldi ember járkál, és kérdezd meg, hogy segíthetsz-e nekik valamiben. Jó? És persze tudom, hogy a nagy részük lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem, minden rendben van, vagy furcsán fognak rád nézni, de nagyon jól lehet külföldiekkel elkezdeni kommunikálni és beszélgetni ezzel a módszerrel. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad, innen folytatjuk a jövő héten. Viszlát!